Barátaim, azon gondolkodtam, miközben néztem a produkciót, és miközben végignéztem ezt a zenével, tánccal, diszlettel, jelmezzel, fénnyel, hanggal, szöveggel összeállt csodát. Már tegnap délután ezen gondolkodtam, hogy üzenhetjük-e azoknak az embereknek, akik megkérdőjelezik, hogy az alkotó munkára, a műhely munkára, a vidéki színházakban szükség van. Üzenhetjük-e ezt a produkciót? Vannak olyan dolgaink, amihez vissza tudunk nyúlni, és tudjuk, hogy az biztosan úgy van. Meghívjuk Reifester Jánost, akkor tudjuk, hogy egy míves csapatmunkában lesz részünk. Tudjuk, hogy ha ő hozzányúl a szöveghez, akkor annak a szövegnek olyan tartalma lesz, amelyik túl azon, hogy végigviszi a gyereket az íven, a történetmesélésen, túl azon tele van hihetetlen szövegpoénokkal, tele lesz hihetetlen üzenetekkel, tele lesz olyan élethelyzetekkel, amiket meg tudunk érteni. Hogy ez egy csapatmunkával közbe alakul ki, az a műhely munkát erősíti. Az azt erősíti, hogy ezekre a műhely munkákra szükség van. Vannak ilyen állandósult, biztos pontjai. Tudjuk, hogyha hívjuk a Juditot, akkor jó mozgásokat fogunk látni. De a csoda az, hogy egy-egy ilyen produkció során megjelennek olyan dolgok, amiket előtte nem tudtunk. Nem tudtuk, hogy van egy fiatal srác közöttünk, aki ilyen csodát tud csinálni. Tényleg egészen hihetetlen, amilyen díszletet ide rakott nekünk ez a srác. És nem tudtuk, hogy olyan csapatmunkával, olyan festőtárral, olyan jelmeztárral, olyan kelléktárral tud együtt dolgozni, akik ezt a csodát meg tudják így valósítani. Tehát üzenjük így a kamerákon keresztül azoknak, akik gondolkodnak azon, hogy regionális színházakat csináljanak, hogy nem jó az ötlet, szükség van az alkotó műhelyekre, szükség van az alkotó munkára, mert csak ez tudja megteremteni ezt a csodát, és csak ez tud újabb művészeket elindítani az úton, és csak ez tudja megvalósítani azt, hogy emberek, csoportok létre tudjanak hozni valamit, amit csodának. János, köszönjük, hogy itt voltál velünk. Átadom a szót neked, aztán majd még visszavezem. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki benne volt az előadás elkészítésében. Külön köszönöm azoknak, akik a háttérben vannak, és mondjuk akár lehet, hogy napokig néha nem találkoztunk, akik végezték a munkájukat a saját műhelyükben, és aztán én már mindig csak a kész terméket kaptam meg, amit életre kelt. Köszönöm szépen a színész csapatomnak. Én engedjétek meg, hogy beleértsem a színész csapatomba mindig a táncosokat. Én azt gondolom, hogy ez színészi teljesítmény, azaz ez egy 9 fős előadás, hogy ebben a rendhagyó és megismételhetetlen próba folyamatban, hogy össze tudtuk rakni ezt az előadást. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, köszönöm szépen. Mi a három közvetlen alkotótársunknak, Jánosnak, Juditnak és Zolinak szeretnénk átadni egy kis jelképes ajándékot a csapatunk nevében. Úgy szórjátok szét ezeket a buborékokat azoknak az embereknek, akiknek szükségük van a kincseitekre, és akivel szívesen megosztjátok. Adjátok szeretettel, hogyha az okulárin keresztül nézed, akkor csillagokat látsz a buborékban. Zoli! Barátom, kérdezem, hogy akar-e még valaki szólni, mielőtt kocintunk? Én még akarok. Az a mi kis csapatunknak a csodája, hogy tudunk egymás örömének örülni. Hogy itt tudunk lenni egymás bemutatóján, hogy ha valakit valami öröm ér, akkor azt együtt tudjuk megélni. Egy ilyen örömöt szeretnék most megosztani veletek. Nem csak veletek, hanem azokkal, akik máshonnan figyelnek bennünket. Kedves Eszter, kérdezem, hogy hallasz-e minket? Itt vagyunk a színpadon, és most ki vagy hangosítva? Köszönöm szépen, hallunk téged, most jól kérem, hogy figyelj velünk együtt, mert most szeretném bejelenteni a társulatnak, hogy mától van még egy Jászai díjasok. Ilyen karat ünne!
Eszter, ha hagy a társad a szóhoz jutni, az első szó a tiéd. Jaj, Istenem, gyerekek, én sírok, gyerekek, minden egyszerűen, és a társadalmat szeretném mondani, hogy a premiereseknek gratulálom, és ígérem, hogy áprilisban megnézem az előadást, de most... Jézusom, igen, én nem tudom, gondolatom, hogy szeretnék bocsánat, és megtalálni téged, és megcsokolni, és gyakran, és annyit kérdezni tőle, hogy ugyanúgy megértem minden, amit végig csináltál, mert a te sikered bebizonyít csak újra az gyerekek, hogy nem elég a sikereket a tehetség. Kell hozzá egy mérhetetlen alázat a sakra és a színház iránt. És az a mérhetetlen sok szorgalom, ami nélkül a tehetség, állítom, hogy nem fullad. És ezt a mind produkáltam, és elég megértem ezt az öcsia. Ja, és külön örülök, várjátok, még nagyon fontosat van, külön örülök, hogy akkor a csapatból származom, akik a Jókai Színházban tőlünk tanultak, és velünk tanultak, és most is a színházokat 5-6 olyan vezető művészet tartottjátok, akire az egész színházi intuitionetek nagyon örülök. És utoljára mindenként neked akarom mondani, hogy nagyon köszönöm a magam, a társulat, a város, meg a megyevezében, hogy lehetővé tettek ezt a sikert, hogy ezt a díjat megkapja. És csak annyit akarok neked mondani, hogy nem csak az 5. évadod van, hanem az 5. színésznő is, aki a Jókai Színház tagjaként megkapta a gátszert. Köszönjük, Eszter! Köszönjük szépen, Eszter! Tünde! Köszönjük! Én hadd mondjak valamit, tudom, hogy indul a busz meg minden. Csak egy pár szót, hogy hát igen, nagyon köszönöm. Meg hát tulajdonképpen én ezt már egy kicsit régebben tudom, mint ide, nem sokkal. És a Péter megkérte engem, hogy fogjam be aztán, és akkor nem mondjam el senkinek még. Hát én próbáltam ezt teljesíteni, amennyire lehetett. És ezt azért mondta ő, mert azt szerette volna tényleg, hogy együtt örüljünk, és abban nagyon egyetértünk, azt hiszem egy a gondolatunk, hogy én is azt gondolom a színházról, hogy ez egy nagyon-nagyon közösségi műfaj. Ezt sehogy másképp nem lehet csinálni, még egy monodráma esetében sem. Azt gondolom, mindig kellenek hozzá még emberek és még alkotótársak és barátok. És hát... Szóval köszönöm nektek, és amikor, mert azt gondolom, hogy ahhoz, hogy én az lehessek, aki vagyok, és ahhoz, hogy megkapjam ezt az elismerést, ahhoz ti is nagyon kellettetek. Úgyhogy majd erre is fogok gondolni holnap, amikor átveszem a díjat, és nagyon köszönöm nektek. Nem. 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 N